2016 egy újabb szökőév, ilyenkor 29 napos a február. Az ezen a napon született kisbabákat a törvény szerint február 29-ére kell anyakönyvezni, azonban sokan előtte vagy utána ünneplik születésnapjukat. A Nyíregyházi József András Oktató Kórházban több gyermek is született már délelőtt. Fölker Krisztináék családja az új baba érkezésével bővült négytagúvá. Kisbabám császármetszéssel született 9 óra 20 perckor, Szokolovszki Emesének hívják, 49 cm és 3120 grammos. Úgyhogy igazából azt, hogy mikor született, melyik nap, ez most annyira huszadrangú számunkra, hogy semmit nem számít. Későbbiekben majd biztos lesz belőle vicc, illetve majd meglátjuk, hogy mennyire fogja letagadni későbbiekben a korát. Évről évre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyermek Magyarországon. Csak tavaly 3550 szülés volt a Nyíregyházi kórházban. A ma délelőtt folyamán eddig 6 kisbaba született itt Nyíregyházán a József András kórházban. A szülőszobán azonban folyamatosan várakoznak még a kismamák. Én azt gondolom, hogy még fognak is születni, és ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, tehát én nem tapasztaltam a kismamákon bármilyen olyan féle aggodalmat, hogy most 29-e van, és most ugye, mint ahogy szokták mondani, 4 évente van a születésnapja a babának, ez nem okoz gondot. Én azt gondolom, hogy aki várja az újszülöttet, vagy várják elsőben, azok a párok annak örülnek így is. Bár a szökőévben 29 napos a február, kevesen tudják, hogy mégsem az utolsó napot tekintjük szökőnapnak, hanem a hónap 24. napját. Ez a dátum pedig a római naptárra vezethető vissza.